A macedón ellenzék több ezer támogatója tüntetett szerdán Skopjéban a névváltozásról szóló egyezmény ellen. Amennyiben ugyanis Macedónia hivatalosan is Észak-Macedóniára változtatja a nevét, akkor a legfőbb akadály elhárul az EU és a NATO csatlakozás megkezdése előtt. A 2006 és 2016 között kormányzó egyébként Nikola Gruevski vezette VMRO-DPMNE párt újfent előrehozott választásokat követel, mondván a 18 hónapja regnáló szociáldemokrata kormány képtelen kezelni a válságot, amellyel az ország küzd. Az ellenzéki tömörülés jelenlegi vezetője szerint eljött a cselekvés ideje. Ez a csata nem egy vagy két napon át fog tartani, hanem sokkal tovább. És tartok tőle, hogy megpróbálnak elhallgattatni bennünket, megfélemlíteni. De ígérem, győzni fogunk felettük. Nincs más alternatíva, mondta. A megmozdulás végül mindenféle összetűzés nélkül békésen zajlott le.